Vádat emeltek San Franciscóban a Twitter két munkatársa ellen, akik pénzért és értéktárgyakért cserébe személyes adatokat gyűjtöttek a szaúdi kormány számára több ezer olyan felhasználóról, akik a riádi rezsimet bírálták. A vád szerint a szaúdi kormányzat tisztségviselői összehangolt erőfeszítésekkel érték el, hogy a Twitter két munkatársa továbbítsa nekik több ezer felhasználó személyes adatait, köztük e-mail címüket és számítógépük IP címét, amikkel aztán könnyen beazonosítható a tartózkodási helyük is. A Twitter közleményben azt írta, hogy együttműködött a szövetségi bűnöldöző szervekkel az ügyben, valamint megszigorította a hozzáférést a felhasználók érzékeny adataihoz. Nem ez lenne az első eset, hogy a szaúdi vezetés, Salman király és 34 éves fia Mohammed bin Salman trónörökös agresszív lépéseket tesz a rendszer bírálók elhallgattatására.